Kedden dönt az olasz szenátus arról, melyik nap szavazzanak a miniszterelnök elleni bizalmatlansági indítványról. Ezt a nagyobbik kormánypárt a Liga nyújtotta be. A kormányválság előidézője Matteo Salvini belügyminiszter vasárnap még a délolasz strandokon fotózkodott támogatóival. A kisebbik kormánypárt az Öt Csillag mozgalom vezetője Luigi Di Maio hétfőn Facebookos bejelentkezésében árulással vádolta Salvinit, aki szerinte a Silvio Berlusconi vezette szélsőjobboldali Hajrá Olaszországgal akar összeállni. Meglátjátok majd, hogy az olaszok megfizettetik a Ligával annak árát, hogy hátba szúrta Olaszországot, mondta Di Maio. Kormányválságot előidézni augusztus közepén és őszre választásokba belerángatni az országot, ilyenre nem volt példa 1919 óta. A frakcióvezetők többsége augusztus 20-án szeretné a bizalmatlansági indítványt tárgyalni. Az új választások kiírásáról az államfő dönt.